Egy újabb selejtezővel érkezik a Cold Hop Sörkóstoló Magyar Kisüzemi Élsörök Bajnoksága című projektje. Ma Timi segít kitölteni a söröket. Sziasztok! Unger úr a vendégünk. Sziasztok! Mert Olivére képtelennek lennénk ezt betermelni, jelen állapotunkban az elmúlt napok elég erősek voltak, úgyhogy remélhetőleg kipihentünk magunkat annyira, hogy ezt a sok amerikai ipát és West Coast ipát megkóstoljuk. Nem sokat tudunk róluk, de majd mindjárt ejtünk róluk egy pár szót egy gyors névsor olvasást követően. Itt van a Brewerman, egy újabb versenyzője, a Peach Please, közvetlenül mellette a Fehér Nyúl, két játékosa is, a Rafa és a Western Steampunk. Itt van a Hop Top, egy újabb játékossal, a Green Zone-nal, a Mad Scientist két sörrel is nevez, a Jam 70 és a változatosság kedvéért azóta kimond, és egy levegővel talán kimondani is lehetetlen Together We'll Find Your Monster Soul című termékével. A Szent András kap egy újabb esélyt a Bandibával, itt van a The Beer Taylor Red Dwarf, az Ugar a Budapest Noir-t hozta, és a Viharsarok egyetlen a bajnokságunkban megjelent versenyzője, az Indián Nyár. Tehát West Coast tipák, mit tudunk róluk, srácok? Unger úr, bízom a szaktudásodban. Egy amerikai származású sörtípusról van szó. Jellemzően ezeket a C-betűs komlókat szokták hozzájuk sorolni, tehát a Centennial, Citra, stb. Tehát a klasszikus amerikai komlókkal gazdagon vannak ízesítve, ami azt jelenti, hogy nem hideg oldalon kapják meg, vagy nem csak hideg oldalon, hanem masszív komlóforrást kapnak, ezáltal nagyon keserű sörökről van szó. Illetve a maláta képletből adódik, hogy egy kicsit sötétebb a színük. Tehát egy erősen komlózott, kicsit sötétebb színű, már-már ilyen angol ipára hajazó, kinézetű masszív ipákat fogunk kóstolni reményeim szerint. Jó. Annyit kell még róluk tudni, hogy Kaliforniából jönnek, mert maga a West Coast ipák az kaliforniai újítás, és igen, ahogy te is mondtad, a C-betűs komló, csak ugye Citra, Cascade és Chinook komlók, amik főleg dominálnak, és elvileg azt mondják, hogy citrusos és fenyős ízeket kell éreznünk, miközben isszuk, és nagyon masszívan keserűek és komlózottak. És ott még nem tartunk, hogy ilyen session West Coast ipák lennének, tehát itt igen, magas alkoholokról beszélhetünk, ilyen 6-7, akár 8% is lehet, úgyhogy ez jelen az örtínusra. Ebben a fordulóban talán a 7-2-es Jam 72 az, ami megüti a plafont, és nem, mert a másik medversenyző 7,7-del, a fölött nincsen senki, a leggyengédebb pedig talán 6-2-es, nem, 6,0-as. Jó, fő a felkészültség. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor ez két nagyobb tábor, a West Coast ipa és a New England ipa, így legalábbis ami az ízlést illeti, ebből mi igaz? Abszolút így van, kinézetre is másak, illetve még a neipánál, tehát a New England ipánál gyakorlatilag az esetek túlnyomó többségében alig van beleforralt komló, inkább hideg oldalon, tehát aromakomlózás történik, addig a West Coast ipánál akár fordítva is lehet, tehát nem feltétlenül kell hideg komlót tartalmazni. Fogunk még egyébként erősebb neipákat kóstolni, ugye a könnyedebb fordulón már túl vagyunk, és a következőben lesz még egy erősebb neipás, egy erősebb klasszik ipás, és zárásképpen, legalábbis a selejtezők zárásaképpen, ugye dupla ipák, tripla ipák, és gyakorlatilag ami még a csövön kifér, lehet, hogy lennénk bajban, ha ebben az állapotban azt a mezőnyt kellene kóstolgatnunk. Tapasztalatok, srácok? Melyik volt, meg melyik még nem? A Brewermannek a Peach Please-ét kóstoltam olyan 2-3 évvel ezelőtt, tetszett. A Rafát nem szeretem, kétszer vagy háromszor futottam bele, nem szeretem a savanyú söröket, és itt érződik azért a savanya benne, úgyhogy nem az én világom. Jam 72-t, amikor nagyobb mennyiségben vásároltam kisüzemi sört, akkor többször ittam, szerettem. A többivel nagyon nincsen tapasztalatom. Nekem a Jam 72 volt meg, illetve a Szent Andrásnak a melyik Bandibá. A Mad Scientist-es Jam az nagyon ízlett, úgyhogy őt előre várnám. A többiről nem tudok nyilatkozni, de azért szerintem most is lesznek majd meglepetések. Bár számomra az a legnagyobb kérdés, hogy tud-e végre a Brewermann egy olyan sört hozni, amelyik nem romlik meg éppen itt, amikor kóstoljuk. És tud-e a Szent András egy olyan sört hozni, ami nem utolsó vagy utolsó előtti lesz? Igen. Könyörgöm, tényleg nagyon szeretném ezt megélni. Szurkolunk. Abszolút. Én szerintem csak a Szent András Bandibát kóstoltam. Ott a mellettünk lévő kisboltban egész sok termék elérhető a Szent András sörfőzdének. A többire viszont nagyon kíváncsi vagyok, tehát még a Jam 72-ig, vagy Jam 72-ig, nem tudom, hogy hívja a gyártó, még abban sincs következetesség, hogy egybeírják-e,
vagy külön, meg majd a bajnokság összefoglaló adásában majd erre is kitérek, hogy egyébként melyik sörfőzde hivatalosan hogy hívja magát, arról rohadt kevés info van, és azt úgy kell összerakni, hogy most akkor te brewery vagy, brewing company vagy van-e bármi kiegészítés a főzdéd neve után, szóval na mindegy, majd hőbörüljük máskor. Győzzünk kiigazodni, pláne a 7-2-es alkoholok után. Igen, ez szerencsétlen srác, aki a feliratokat csinálja az adáshoz, annak elég sok fejvakarást okoz, úgyhogy kedves sörfőzdék, némi kis következetességet vigyünk a dologba, de beérjük azzal is, hogyha a főzetek minősége kicsit stabilizálódik, szerintem ebben egyetérthetünk. Na, győzzön a kíváncsiság, győzzön a bakteszt, akinek nagyon tetszenek az ilyen tartalmak, az már most nyomjon erre a gombra, ha még nem iratkoztatok fel, akkor kérlek, hogy pótoljátok be, mi pedig nekivágunk ennek a kis bakteszmek. Kóstolásra fel! Akkor vágjunk is bele, lássuk ezeket a rendkívül egymástól eltérő színeket. Igen, itt aztán tényleg a sárga minden árnyalata fellelhető. Széles a spektrum. Igen. Kezdjük az A-val, ami talán az egyik legvilágosabb az egész mezőnyből. Igen, fetűnően lágersörös. Illatra meg nagyon kellemes. Egy kicsit élesztős illata van, igen. De amúgy kellemes. De ilyen citrusos, gyümölcsös, nem is tudom, nem mondanám ezt Peszkósz tipának, nézzük ízre. Ízre is tök rendben van. Finom. Ízre is élesztős. Erős, érzek benne azért alkoholt is, de tök jó. Folytassuk a B-vel, ennek inkább már ilyen narancssárgább, sötétebb színe van. Olyan, mint ja. Ezt sem mondanám színre vett. Illatra meg nagyon ilyen édeskés illatot érzek. Igen, ilyen igen. Ilyen karamellás cukor. Jó, telt. Már jobban érezni a komlót. Igen. De nem az, aki fejezetten komlós. De jó karaktere. Vadul keserű. Olyan édeskés, ilyen karamellás komló, vagy nem is tudom. Nekem bejön. Jó egyébként, igen. Határokban bejön. C betű a következő. Szintén nagyon sötét. Ő talán a legsötétebb az egész mezőnyben. Stílus azonos a színe. Tök jó. Talán a legködösebb is. Illaton is nagyon masszív előteljes. Ilyen kandis cukor, égetett kandis cukor illata van. Igen, amire szoktuk mondani, hogy a karácsonyi ízű és a karácsonyi illatú sör. És ízre is. Ő is az erősebb versenyzők egyike. Ez nekem már egy kicsit sok. Ez a West Coast tipa. Igen. Igen. Ez abszolút stílus azonos. Színre is, meg aroma jegyeire is. Igen. Tök jó. Az alkoholt is érezni. Folytassuk a D-vel, ami egy nagyon ismerős szín és állag. Igen. Melyik igen. A rostos kört elé. Oh, és illatra is. Igen. Jó, van egy csontunk megint. Hát most nem már, hiszem el. Most már taka. De ember! Hát, na jó, nézzük ízre. Most amit kortyoljátok, és én még nem kortyolok bele, egy valami vigasztal. A Bence a neipás fordulóban azt mondta, hogy a komlónak tipikusan ilyen illata van. Nem keserű. Úgyhogy most a független szakértőt szeretnénk meghallgatni erről a sörről. Nem érzek benne különösebb hibát, van egy ilyen szúros zöldes jegy benne. Ezt lehet mondani komlónak, vagy lehet mondani másnak is. Stílus jegynek oké, és engem nem zavar, viszont nem keserű. Egyáltalán nem keserű a sör. A szúros tiszt én is érzem benne, de lehet, hogy anélkül jobb lenne egy fokkal. Igen, nekem ez nagyon gyanús. De ez még úgy szerintem határon belül van. Ahhoz már kevés vagyok, hogy eldöntsem, hogy ez a komló vagy valami észteres mellék íz az eljedésben. Hát ez az. Mint elemér, egyáltalán nem lóg ki a színe a többi közül. Nem. Közepesen sötét, közepesen ködös. Közepes illata van, nem mondanám markánsnak. Nem egy illatbomba. Igen. Nem, de kellemes. Ja. De érdekesen keserű. Hú. Ez nagyon speckó. Azt a k***va. Ennek valami éteres mellék íze van. Éteres? Mint az altatószer, az étel. Ja. Vagy valamilyen, nem tudom, kloroform, vagy akármi, de hogy valami ilyen, mint az altatógáz, olyan az utóíze. Én azt még nem döntöttem el, hogy ez ízlik-e nekem vagy sem, de valószínűleg inkább hátrébb lesz. Van a keserűségnek egy olyan karaktere, amikor az ember elkezd gondolkodni, ezt most komolyan gondolták. Ugye? És lehet, hogy ez volt a terület. De ti érzitek ezt az altatós íz? Kicsit olyan gyógyszeres. Nekem a gyógyszer jutott eszembe, nekem is. Igen, abszolút. Jöjjön az F színben, inkább világosabb. Közepes A. Akár egy lager is. Illata viszont nagyon kellemes. Aha, ilyen erőteljes ízeket sejtett az illata. Tetszetősebb, gyümölcsös jelleg. Mindegyikben megvan ez a kicsit ilyen karamellás felhang. Itt is érzem. És ebben az íze is hordozza. Rendben van. Kis kört és utóízt érzek még mellette. A lecsengése az ilyen kis gyümölcsös. Igen, a lecsengése jobban tetszik, mint maga az íze. De ez tök jó. Ez érdekes. Ez bejön. Nem keserű, ez ja. Jöhet a Géza. Jöjjön. Színre közepes ő is. Illat, hú. Citrom. Az. Valamilyen citromleves beütése van. Ez full citrom az egész. De durva.
De hogy a jobb irány, nem a légfrissítős. Jó, van még egy csontom. Igen, nekem is, de egyébként ez bejön. Jó, nyilván nem ez lesz a legjobb, de hogy egyébként tökre iható. Igen, most ízlés szempontjából nézzük. Nehéz objektíven megítélni. Igen. Nekem szubjektíve inkább tetszik, mint nem tetszik. Nekem is, bár hogy ebben a mezőnyben, tehát az a baj, hogyha hátul fog végezni, akkor nem azért fog hátul végezni, mert rossz, hanem azért, mert kilóg a többitől. Ő a fekete bárány, de igen. Próbáljunk meg azért objektívek lenni. Persze, igen. Egy sötétebb színű H-betű jellel ellátott pohárral megyünk tovább. Igen, ő inkább talán a sötétebb versenyzők egyike. Vissza az alapokhoz, ez már West Coast tipa lesz. Illatra, mint a régi édesség, a bocskor szíj. Arra emlékeztek? Nem. Fú, eltetlen rossz volt, vagy mint a medvecukor. Arra hasonlít nagyon. Nekem ilyen olcsó lengyel karamella jutott eszembe, de... Ízre én adom. Nem rossz, de olyan semmi extra ő nekem. Talán pont ettől tetszik, nem lóg ki sem erre. Eddig a legkiegyensúlyozottabb sör, amit kóstoltam ebben a mezőnyben. Megvan keze lába, de semmiből nincs benne sok. Utolsó előttiként érkezik az I, szintén nagyon áttetsző, nagyon ködös, ilyen barackleves jellege van. Illatva nagyon kellemes. Illeszkedik a sor mintával. Igen. Ez is nagyon korrekt. Kiegyensúlyozott. Ez kifejezetten bejön. Sejmes jellegű. Ez egy kicsit több is, mint korrekt. Ez adja. Ez tényleg, ez nagyon jó. Na, végre egy meglepetés. Igen. Ezzel a sejmességgel engem meg lehet venni kilóra. Ez határozottan el van találva. Testes, finom, van benne komló, érződik egy kis gyümölcsösség is benne, úgyhogy nagyon jó. Jó kocsmai bedelős is lehetne, csak hát valószínűleg nem túl alacsony az alkoholtartalma. És a kérdés már csak az, hogy felül lehet-e múlni az eddig kóstoltakat. Campo! Színe a sötétebbek közé tartozik. Egyedi az illat. Illat, igen. Egy pici szúróságot, igen, ebben is érzek. A szúróságot én is érzem. De nem olyan intenzíven, mint a délen. Közel sem. Na nézzük ízre. Az íze hasonló, de azért jobb. Elmegy kategória szerintem, hogy nem nagyon tudok róla rosszat mondani, de nem is kifejezettem a legjobb. Kicsit fanyar ez is. De jó lenne neki. Abszolút. Ja, rendben van amúgy ő is. Szerintem vele jóban leszünk. Hát lehet gondolkodni. Itt azért nagyon nagy volt a szórás a sorok között. És talán majd a megítélések között is az lesz. Hát, hajrá, srácok. Bebasztunk. Jelentem tisztelettel, úgyhogy gyorsan essünk túl a kötelező körökön. Nem tudtam finomabban fogalmazni. A sörök egyébként finomak voltak. Ha engem kérdeztek, az első 4-5 az totál a helyén volt. Közben jött egy olyan kételj, hogy lehet, hogy én amúgy nem szeretem a West Coast tipákat, de aztán ez így eloszolni látszott. Igazából a fele tetszett a mezőnynek, a másik fele nem. De hárman kóstoltunk, és összesítésben összeraktunk egy 10. helyzetet. Meg is kérdezem Timit, hogy az melyik betűjel lett. Az elemér. Nagyon helyes, nálam is 10. Nálam 9. Nálam az elemér szintén a 10. Kérdés, hogy miért nálam ugyanis a gyógyszeresen keszerű és félfamentes rajzlap jelzőket kapta a keresztségben? Hát nálam azért, mert én nem akarok altatógázt inni, hogyha egy West Coast tipát akarok venni, de hogy kicsit komolyra fordítsam a szót, nem volt ez sem annyira rossz sör, viszont ez az ilyen, nem is tudom, tehát tényleg ilyen gyógyszerhez hasonlítható utóíz, ez nagyon nem jött be, és ez elrontotta ezt a sört. És itt nem arról van szó, hogy megromlott, hanem neki ilyen a karaktere is, és ez nem annyira jó szerintem. Doboz kalmopirin 2 dl vízben, feloldva a színezékkel, nagyjából annyit tudtam. Nagyon nem jó. Annyiból tudom egyébként megóvni, hogy szerintem amúgy a minőségével nincsen probléma. Nincs, azt mondom, hogy nem arról van szó, hogy romlott lenne, vagy valami, hanem hogy nem annyira jó ez a főzet, mármint a recept vagy. Nekünk nem ízlett. Igen. Nekünk nem ízlett annyira. Térjünk is rá a tippekre, az én tippem szerint az E betűjelű pohárban a Fehér Nyúl Western Steampunk nevű sörre található. Bandibát tippeltem, Békés hát, Szent András. Szóri Békés Szent András, de nálam is a Bandibára ment a tipp. Tiha. Hát meg fogtok lepődni. Na. Mert hogy ez a Jam 72. Nem, hát hátra gondoltam, de hogy ne ennyire. Úristen. Államnál esett. Jól éreztem, hogy amúgy ez a sör nem ilyen volt régen, vagy nem tudom. Itt valami gebasz van vele. Érdekes, de akkor nézzük az őt megelőző 9. helyezettet. Melyik betű az? Giza. Helyes, nálam is ő a 9. 8. Akkor én kegyelmeztem neki, hogy amúgy savanyú létére ez egy jó sör. Nekem legalábbis ízlik. Az egyetlen bűne az, hogy nagyon kilógott ebből a mezőnyből. Az alkohol százalék, az alkohol tartalma miatt válogattuk be ide a West Coast tipák közé. Egyébként nem csodálom, hogy itt végzett hátul. Valószínűleg nálatok is inkább szubjektív szempontok miatt. Ez egy nagyon jó sör.
mindenkinek ajánlom, én nem szeretem. Ennyi. Én ugyanígy vagyok vele, hogy tudva elő, hogy én a záor söröket nem szeretem, de ez tipikus egy olyan sör, amit hogyha záor kell elindom, akkor én ezt választanám, mert hogy ez tényleg egész jó ez a sör. Egyszerűen tényleg annyi a bűne, hogy rossz mezőnyben volt, de ezt máshová se tudtuk volna berakni. Tehát máshogy is körülbelül ugyanígy végzett volna ebben a bajnokságban. De mivel hivatalosan ez egy IPA, még hogyha záor IPA is, azért valahova el kellett helyezni. Nem rossz a maga nemében, de savanyú, van ez a citromos pezsgő tabletta íz, hát na. Ha valaki egyszerre szereti az IPA-t és a savanyú söröket, tökéletes válasz. Ja, nem is fűzhetnék hozzá többet. Nagyon olcsó csont, rövidítve olcsont, fehér nyúl, rafa. Rafa, egyértelmű. Hát ez három csont, kérem szépen. Micsoda meglepetés! Jó, hát mondhatnám, hogy megküzdöttünk érte, de az egész egyszerűen nem lenne igaz. Igen. Nézzük is, hogy ki az, aki még ennél is jobban végzett, melyik főzne, melyik terméke végzett a 8. helyen. Cilus. Cilus, hát utolsó szegényként. 7. helyezett lett nála. Nálam is 7. Máté, te lúgsz ki a sorból. Lehet, hogy én voltam szőrös szívű, de nekem túl sok volt ez az édes irány, amit ebben a sörben éreztem. Azzal a kis karácsonyi ízű feelingjével, és tisztességesen lehetett benne érezni az alkoholtartalmat. Ez sajnos ennyi bűnt tartalmazott. Nem keserű, jelenben tényleg ott van az édeskés karamellás vonal. Tehát valakinek vagy bejön, vagy nem. Nem annyira rossz, nem az én stílusom. Ennyi. Igen, én is ezt írtam fel, hogy karamellás, kandis cukros, nem rossz, elmegy, de itt találta meg a helyét, tehát a többi az erősebb volt ennél. Tudod, azért Oliver, nekünk lehet egy kis PTSD-nk az erős sörök miatt. Igen, és nekem mindig azt idézik az ilyen típusú sörök. Fú, ja. Tipped szerint melyik volt a C? Hát én a Jam 72-re tippeltem, de hát az már kiment. Viharsarok az én tippem. Egy másik, szintén a földrajzilag a viharsarokban fekvő főzde, de a Szent András Bandibá. Így van. Hoppá! Nem volt határozott a tipp egyébként, csak azért vagyok most meglepődve. Azt viszont rettenetesen sajnálom, hogy a bajnokságban ez volt az utolsó Szent Andrásos sör, úgyhogy nekik gyakorlatilag mindegyik viszlát van. 7. helyezettünk jön, melyik ő? Daniel. Nálam is. 6. helyezett. 8. Nagyon behatárolhatatlan számomra az az íz, ami ebben a pohárban volt. Megvolt az a karakteres szúrós íze, amióta itt a bajnokságban, a selejtezőkben söröket kóstolgatunk, egyértelműen hozzá tudom kötni egy adott főzdéhez. De hogy milyennek a sörnek az ízkaraktere, az nincs meg. Nektek megvan? Nem nagyon, mert hogy én őt, megmondom őszintén, egy első kóstolásra viszonylag előre raktam, és ahogy több egyére kóstoltam bele, egyre jobban kezdtem érezni ezt a szúrós ízt negatívumként. Most nem tudom, hogy ez magának a sörnek a karaktere ilyen, vagy tényleg az, hogy már félig meddig ez is kezd megromlani, de nem jó. Tehát elvesz az ízélményből ez a fajta ilyen szúrós íz. Azon lehet gondolkodni, hogy ez bug vagy feature tényleg. Ízlés kérdése, én inkább a feature felé hajlok egyébként, de kevés vagyok ahhoz, hogy megmondjam, hogy ez most tényleg egy ízhiba, és mondjuk a határ fölött vagy alatt van. Uh-huh. A sör összességében tök jó lenne, hogyha ezt kivennénk belőle, de így azért megosztja szerintem az embereket, és azért is került oda, ahova. Hát nézzétek, így, hogy már többedik selejtezőben az én tippem szerint a Brew Your Mind sörfőzde egyik terméke esetünkben a Peach Please, hogyha bejön, akkor igazából van, vagy alá tudom támasztani a gondolatomat, hogy ez akkor lehet, hogy tényleg inkább egy funkció, mint egy hiba a képletben. Ez nem lehet más, mint a Brew Your Mind, egyértelmű. Peach Please nálam, igen. Csodálkoznánk, ha nem. Yes! Újabb ingyencsont. A sör viszont nem volt olcsó, úgyhogy rohadtul szomorú lennék, hogyha ez inkább hiba lenne a Matrixban, semmi funkció. Még talán az lenne a legjobb kicsengés, hogyha ez inkább megosztó sör. Semmit mondjuk mindegyik rossz. Na de menjünk is tovább. Ha jól sejtem, a 6. jön, ki a 6. Béla. Érdekes. Igen, csak mert nálam 2., és tudom, hogy most felbeszemmel fogtok rám nézni. Hát, nálam ő 4., és nálam is elő volt. 8. Akkor megvan, hogy miért. Én később se tudtam haragudni erre a sörre, szerintem ez teljesen rendben van. Van egy nagyon határozott keserűsége, de felírtam zárójelben, hogy de ez jó. Az utóíze is nagyon keserű, és kifejezetten nem tette unszimpatikussá még ez a keserű utóíz sem. Másodjára előjöttek ilyen édesebb jellegek, de még így sem tudtam hátrásorolni, mert itt az első 4-esben nagyon erős versenyzők sorakoztak fel. Én azt írtam föl, hogy karamellás, komló,
tök jó, igazából így középmezői volt, de negyedik helyre fölcsúszott. Nálam is hátrébről indult ez a sör, de ő úgy jött fölfele így szépen, hogy kóstolgattam őket, és végül a negyedik helyen állt meg. Érdekesen pont fordítva volt egyébként. Kezdetben tetszett, sötétebb szín, masszívabb kesernyét éreztem, tök jó. És ahogy telt múlt az idő, és kóstoltam a többi mellett is, hogy egyre inkább oxidáltnak kezdtem érezni az ízét is, meg az illatát is. Az oxidáltság, amiatt tettem erre a 8. helyre. Maradok ennél a szimpatikus befolyásnál. Az én tippem az Ugar Budapest Noir. Nálam ez a Beer Taylor Red Wolf lett. Te meg ment egy tipp a Viharsarok Indiányára. Még mind a három tipp bent van. Egy csontot hallottam a Viharsarok. Juhu! Az inkább szomorú, hogy ugye ez a főzde ezt az egy terméket tudta felmutatni ebbe a bajnokságba, mármint ez nem a főzdét becsüli úgymond alá, hanem ezt az egyet találtuk, amit be tudtuk. De sorolni. Teljesen rendben van ez a sör, tehát abszolút szerintem nem érheti szégyen a Viharsarokot, mert hogy tök jó volt ez a sör. És akkor nézzük az ötödik helyezést, az első ötbe vágunk bele. Hugo. A Hugo. Nálam a harmadik. Nálam hatodik. Negyedik helyezett. Most én voltam, aki hátra rakta, és én azért raktam őt nem a top 5-be, hanem egy szégyen szemre csak egy hatodik helyet tudott megkaparintani magának, mert hogy nekem első ízlelése az volt fölírva, hogy bocskorszí, medve, cukor, tehát az elmegy, nem rossz, de nem tudtam volna nyugodt szívvel a top 5-be tenni, tehát itt azért voltak erősebb versenyzők nála. Voltak erősebb versenyzők, de nem olyan sok. Én annyit írtam fel, hogy kiegyensúlyozott, és ezt tartottam is. Kiegyensúlyozott sör, jó arányokkal, ez került fel a papíromra. Tartom most, és ja. Tök jó lesz most tippa. Én egyébként pont emiatt a kiegyensúlyozottság miatt tippeltem rá az a Beer Taylor Red Dwarfját. Ugart tippeltem rá. Én pedig a Green Zone-t a Hop Top-tól. Bármelyik lehet. Hop Top Green? Yeah! Oh. Kezdem összekapni magam. És akkor a negyedik helyezéssel megyünk tovább, amely a... Nincs negyedik helyezés. Ha! Újabb pótselejtezős helyezés! Végül is vannak még kiadó helyek a pótselejtezőben, úgyhogy akkor lássuk, hogy kik ők. Az Aladár és a Ferenc. Mi? Hát az nálam második, harmadik. Jó, kezdjük az Aladárral, ami nálam az ötödik helyet nyert. Hát ő nálam második. Ötödik helyezett nálam is. Akkor ti lógtok ki lefelé. Nem nagyon tudtam hova tenni ezt a sört. Nagyon nehéz volt besorolni, mert ugyanazzal az erővel mozdulhatott volna egy helyen feljebb, meg lejjebb is. Élesztő, száraz, savanykás, de ugyanakkor nem lehet rá haragudni, nem volt benne ízhiba. Van egy ilyen frissítő jellege, a maga nemében teljesen rendben van. Itt meg. Valahogy ezt tudnám ismételni utána, de már tényleg jó volt. Színre sem, ízre sem mondanám be ezt kóztipának, ez nem bűn egyébként, ez teljesen oké, és főleg ebben a mezőnyben tetszett, de semmi extra. Hát nekem ő nagyon el volt találva, tehát elsőre kóstoltuk, már akkor is azt írtam fel, hogy finom, citrusos, egy erősebb fajta sör, de nagyon-nagyon bejött, és ő egy tipikusan ilyen jól fogyasztató, könnyen iható, nagyon finom sör. Én is tippelt rá. Az ára én a Hop Top Green Zone-t tippeltem, az nem lehet már. Szintúgy. Hát szerintem ő a Beer Taylor-nak a Red Wolf-ja lesz. Akkor Oliver, szurkolok neked. Aztán... Fehér nyúl, Western Steampunk. És akkor a Holt verseny másik tagja, az F betű, nálam a hatodik. Nálam harmadik. Harmadik helyezett lett nálam is. Akkor most meg te lógsz ki lefelé. Én lógok ki. Ez is ugyanolyan lendülettel mozdulhatott volna, egyen feljebb, egyen lejjebb. Közepes, édes, kevés... Nem kevés, hanem keserű, utóízű sör. Nem volt vele semmi gond, de én nem találtam benne olyan karaktert, ami kifejezetten megfogott volna. Én azt írtam, hogy gyümölcsös lecsengés, nagyon finom, nekem bejött. És nekem ő elég volt egy top 3-ra. Eléggé izmos sör, szóval érezni, hogy nem mérték bele kiskanállal a malátát. Erős, de ugyanakkor érezni benne a kiegyensúlyozottságot is. Jó arányai vannak, szóval sikerült megtalálni ez a testet, azt a struktúrát, amit ez elvisz, tök jó. Én igazából nem sajnálom tőle a pótselejtezős helyet, az én tippem az F-re a Viharsarok Indiányára lett volna, de most már tudjuk, hogy nem az. Én a Mad Scientist kollabot írtam ide, tehát a Hoppy People Mad Scientist sört. Amit egy levegővel nehéz végigmondani. Igen. Én ugyanerre tippeltem Mad Scientist, Hoppy People, Together We Will Find Your Monster Soul. Na, egész jó volt, hát egy csontot is megért. Wow. És a Beer Taylor Red Dwarf. És akkor lássuk az egyeneságon további utókat. A második helyzettel megyünk tovább. János. Ő nekem egy negyedik helyet ért meg. Nálam sem ért további utás, nálam ő ötödik lett. Ezüstéren nálam második. Hanyarabb jellege volt, nekem ez a stílus talán jobban bejön, mint az, amiket a középmezőnyben kóstoltam. Igazából tök jó, tehát nem tudok ennél többet mondani róla, innen bármikor. Én se toltam túl a jellemzést, telt a jellege, inkább jó.
Tehát mondjuk itt az első négy az nagyon erős volt. Ha csak az első négyet nézzük, akkor ő volt a legjellegtelenebb, de nyilván baromi jó azért van az első négyben. Én is csak annyit írtam fel, hogy egy kicsit szúrós a vége, de rendben van a sör. Top 5 az oké, de előre nem tudtam volna rakni. Én rátippeltem a Together We'll Find Your Monster szólt a Matt-től és a Hopi Pigoltól. Western Steampunk nem lehet. Ugyanerre tippeltem, Western Steampunk, ment a levesbe. Nem áll, pedig akkor még reméltem egy csontot. Ha. Jó, sejtem, hogy van egy egyezményes győztesünk. Hát van egy egyezményes győztesünk. Az betű az. Torony magasan az Ilona. Igen. Egyáltalán nem csodálkozom rajta, tehát mindenkinél első. Kiegyensúlyozott, sejmes, nem lehet belekötni. Na hát. Ez volt a legjobb. Tényleg. Értem, olyan szinten gyönyörű arányok vannak benne, hogy ez iskola példája lehetne ilyen. Az ilyen típusú. Nagy lépéssel a többi fölött van. Pontosan. Érzem. Szerintem is. Gyönyörű. A kérdés már csak az, hogy melyik az, mert most már tudjuk, hogy nem a Jam 72. Hát a Mad Scientist Hopi People, de én a Budapest Noára tippeltem. Jam 72-t tippeltem, rendkívül vicces, így visszanézve. Igen. Hát igen. Igen. És a Together We'll Find Your Monster szól. Köszönjük Mad Scientist, hogy ezt a sört azóta kivezettétek, ugyanis akkor ez nem tud tovább jutni ebben. De hát akkor viszont megvan a három továbbjutónk. Viszont akkor innen nem kell pótselejtezni. Ezzel nem kell pótselejtezni. Na. Úgyhogy nagyon szívesen tovább juttattuk volna ezt a kollabot, de ehelyett az Ugar Budapest Noir, a The Beer Tailor Red Dwarfot és a Fehér Nyúl Western Steampunkot fogjuk az elődöntőkben látni legközelebb. Akkor viszont őket nem kell beiktatni. Nem baj, lesznek elegen, akik majd pótselejtezőt játszanak. Csontok! Kettő. Szerintem kettő, ha jól számolt. Nem, én három. Csak elfejtettem kipipálni a Brewer Mindot. Na, skacok! Egy részével azért elégedett vagyok, és azért annak örülök, hogy nem abba az irányba győzettem meg, hogy én annyira nem szeretem a West Coast tipákat, mert de, szeretem én a West Coast tipákat, csak a jó West Coast tipát. Így van. És itt azért lehet, hogy volt pár gyengébb versenyző is. Én három dolog, bocsánat, négy dolog miatt vagyok nagyon csalódott. Az első és legfontosabb, hogy pont a győztes nem tud tovább jutni, mert hogy pont azt vezetik ki. Láttunk már ilyet. Igen, a másik dolog, hogy a Brew Your Mind az megint nem tudott minket meggyőzni arról, hogy vagy nem romlottak a söreik, vagy pedig ez a szúrós mellékíz, ez így hozzátartozik az ő főzeteikhez. A harmadik az, hogy szegény Szent András, ő nem nagyon tudott jó helyezést elérni semmelyik sörével se. És a negyedik, hogy pont a Jam 72, amit meg nagyon szerettem és sokat ittam, pont ő lett az utolsó. Viszont, hogy pozitívumot mondjunk, ugye az Ugar és a Beer Tailor ismét elővégzett, tehát... Ja, hát igen, igen, tehát pozitívumok megint a Beer Tailornak, basszus az összes sör az ott van kb. Ami elindult. És a többi az már-már sormintának mondható, tehát szegény Szent András, én tényleg sajnálom, mert hogy ezek a sörök nagyon sok helyen ott vannak, és széles körben hozzáférhetők, és akkor mitől ilyenek? Ha van rá válasz, akkor várjuk kommentben, esetleg telegramon a kocsmában, mi nem tudtuk megfejteni, úgyhogy ebben a fordulóban ezzel a tanulsággal tudtunk szolgálni. Most, ha jól számolom, akkor már csak három selejtezőnk van hátra, ugyanennyi elődöntőnk, egy pótselejtezőnk az elődöntőket megelőzően, és egy mindent eldöntő döntő fogja majd zárni ezt a bajnokságot. Így fog kinézni a tavaszunk, meg még egy-két ilyen hétközi adás is csúran cseppen majd. Találkozunk a komment szekcióban, és találkozzunk gyakorlatilag mindenhol, következő adásokban, itt-ott-ott, én pedig szerintem elfelejtettem a mondókámat. Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk állt a töltésben, Hentesnek is köszönjük természetesen, hogy kibírta végig vernákolás nélkül az adást. Unger úr, amennyi sört hoztál nekünk, a vendégünk voltál erre a körre. Köszönöm szépen, itt lehettem. És még sokkal több sört hozott nekünk Unger úr, amit majd itt a csatornán szépen lassan megkóstolgatunk. Úgyhogy köszi, hogy velünk tartottatok, találkozzunk az összes létező felületen, és legfőképpen a következő adásban váljon egészségetekre az elfogyasztott tartalom. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.